mivel tánccal foglalkozunk, tehát nekünk elsősorban olyan viseleteink vannak, amit tánchoz használnak. És amit tudni kell, hogy a tánchoz nem mindig a legdíszesebb ruhájukat vették föl, nem a nagy ünnepi ruhájukat használták, hanem valami olyat, ami könnyű volt, amit tisztán tudtak tartani, mert ugye tánc alkalmával, mint minden ember, ők is leizzadtak. Arra is ügyeltek nagyon, hogy azokon a helyeken, ahol a férfiak megfogják a nőket, hogy ott valamivel le legyen takarva, vagy a szoknyát fogták meg a férfiak, mert ugye, hogyha táncolnak, közben a csizmájukat is megütik. Vannak vidékek, ahol ugye akár még meg is mártják a porba a kezüket, hogy jobban tudjanak csettingetni a férfiak, tehát hogyha azután kezd el nővel táncolni, akkor összekoszolhatja a viseletét, de ugye ha csizmára üt, az is, attól is piszkos lehet a keze. Gyerekek, nektek hogy tetszik ez a viselet? Jól. Szép? Igen. Mi az, ami neked legjobban tetszik? Hát a díszítése. Mit szólnál, hogyha ma is ilyen ruhákba kellene a kislányoknak járni? Hát, tetszenének neked? Kicsit igen. És neked hogy tetszenek ezek a ruhák? Nagyon szépek. Neked mi az, ami legjobban tetszik? Hát a díszítés. Neked is a díszítés? És ez a kék szín? Nagyon szép. Szereted a bőszoknyákat? Igen. Neked is van otthon ilyen bőszoknyád? Hát, van. Ugye ti mind a ketten táncoltok. Igen. Mind a ketten a Kodály Zoltán Művelődési Központban. Igen. Milyen táncok azok, amik tetszenek nektek? Mit szerettek legjobban? Hát amivel mi most foglalkozunk, azok a somogyi táncok. Úgyhogy még a Rábaközivel nem ismerkedtek meg a gyerkőcök. De gyerekjátékokat biztos tanultak igen. Már. Na, hát akkor most javaslom, hogy szakítsuk meg egy kicsit a beszélgetést, és akkor nézzünk meg egy rábaközi táncot. Kapolyai Ciccom táncegyüttest látták. Mi az, amit a rábaközi táncokról el kell mondani? Mi jellemezte ezeket a táncokat? A rábaközi táncoknak a legjellemzőbb tánca a dus, ez ugrós típusú tánc. Leginkább a férfiak tánca, a férfiak táncolják szólisztikusan, tehát úgy, hogy megmutassák, hogy mit tudnak. Ugyanúgy, ahogy Erdélyben ugye a legényeseknél külön-külön kiállnak a férfiak és táncolnak egyenként. Ugyanígy a rábaközi dusnál is van ilyen része a táncnak, amikor egy-egy férfi táncol csak, de táncolják természetesen csoportban is, van, hogy a lányok is táncolják, tehát ez attól függ, hogy éppen melyik faluban vagyunk, vagy melyik falu táncosait nézzük meg. Ezen kívül jellemző rá még van még a csárdás. A csárdás is egy kicsit ilyen ugrálós típusú, és van a friss csárdás, és a rábaközi verbunknak viszont az a jellemzője, hogy ez általában kötött szerkezetű, tehát megtanulják a fiúk, és van egy sorozat, amit folyamatosan táncolnak. Visszatérve csak egy picit a ruhákhoz, említetted, hogy egy néni mesélte, ugye, hogy egy tinó árába kerül tulajdonképpen egy viselet, akkor itt nem is mindenki engedhette meg magának azt, hogy ilyen díszes viselettel rendelkezzen. Hát természetesen, akik szegényebbek voltak, azoknak nem volt ilyen gazdagon díszítve. Lehet, hogy díszes ruhájuk nem volt, de hiszem azt, hogy ők is szerették a rábaközi dalokat, a rábaközi énekeket. Ezzel fogunk önöktől elbúcsúzni egy ilyen dalcsokorral, méghozzá a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ Csalóka együttesének előadásában. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és találkozunk a jövő héten.